Nem csak kellő felkészültség kell ahhoz, hogy a helyi védelmi bizottságok helyt tudjanak állni, szükség például valamilyen vészhelyzet esetén, megfelelő eszközrendszer is kell munkájukhoz, ahhoz, hogy a lakosság biztonságban legyen, mondta Román István kormány megbízotta a megyei védelmi bizottság elnöke. A nagyobb, szélesebb nyilvánosság részére kevésbé látványos módon, de folyamatosan vannak feladatok, folyamatosan vannak gyakorlatok, folyamatosan vannak adatgyűjtések, amelyek azt segítik, hogy egy-egy veszélyhelyzet esetén hatékonyan tudjunk beavatkozni. Ezek az eszközök azért kellenek, hogy azok a kollégák, akik ezt az adminisztratív háttérmunkát végzik, ami a felkészüléssel szükséges, ezt sokkal jobb feltételekkel tudják ellátni, mint korábban. Még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy a megfelelő felkészülés az egy-egy ilyen helyzet esetén az egy óriási előny és lehetőség, és nagyon sok múlik rajta. Erre mi igyekszünk maximálisan odafigyelni. A Megyei Védelmi Bizottság évek óta folyamatosan technikai eszközökkel és felszerelési tárgyak, informatikai eszközök beszerzésével támogatja az irányítása alá tartozó 13 helyi védelmi bizottság munkáját. A célzott támogatás felhasználási köre a helyi védelmi képességek fejlesztése, a munkakörülmények javítása, anyagi technikai háttér biztosítása. A Nyíregyházi járási hivatal helyi védelmi bizottsága egy digitális fényképezőt kapott, ami a munkánkat a tekintetben segíti, hogy katasztrófa helyzet esetén képekben tudjuk rögzíteni a történteket, és később rekonstruálni tudjuk, hogy mi történt, és miben nyújthatunk még segítséget. Román István kormány megbízott, a Megyei Védelmi Bizottság elnöke adta át az 1,3 millió forint összértékű eszközöket, többek között szünetmentes tápegységeket, projektorokat, fényképezőgépeket a bizottságok elnökeinek, képviselőinek.